Az Orbán Viktor miniszterelnök által 2021. decemberében aláírt rendelet értelmében februárban valamennyi nyugdíjas az emelt nyugdíj mellé megkapja a 13. havit is. Varga Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője szerint fontos üzenet, hogy a kormány megbecsüli a nyugdíjasokat. Régóta szerettük volna jóvá tenni azt, amit mások elkövettek, mert a baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat a nyugdíjasainktól, és az elmúlt év gazdasági teljesítménye, Magyarország is benne Székesfehérvár gazdasági teljesítménye lehetővé tette, hogy ezt a 13. havi nyugdíjat most visszaadjuk. A februári nyugdíjemeléssel együtt már az emelt nyugdíj alapján a 13. havi nyugdíjat is meg fogják kapni nyugdíjasaink, hiszen ez jár nekik. Törő Gábor elmondta, hogy bár az ellenzék vezetője bőszmeségnek nevezte a 13. havi nyugdíj visszavezetését, a kormány visszaadja azt. Itt Székesfehérváron is nagyon fontos, hogy a nyugdíjasokat megbecsüljük, ezért örültünk neki, hogy a 80 ezer forintos nyugdíjprémium mellé a teljes, a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat biztosítja a kormány idén februárban. A 13. havi nyugdíjat a januárban 5%-kal megemelt nyugdíjak ellátások alapján kapják meg a jogosultak.